A következő híranyagunkban az Arany János Általános Iskolába kalauzoljuk el Önöket. Betekintést nyerhetnek az intézmény oktatási munkájába. Köszöntöm nézőket a Karcagi Arany János Általános Iskolában Szentesén én Állási Tünde intézményvezetővel arról beszélgettünk, hogy 19-én hétfőn visszajöttek az alsósok. Gondolom, hogy ennek mindenki nagyon örült. Igen. Április 19-én kezdetét vette a jelenléti oktatás intézményünkben is, a második, harmadik, negyedik évfolyamon, hiszen első évfolyamunk nincsen. A gyerekek örömmel és szinte hiánytalanul megjelentek aznap, a pedagógusaim pedig azért örültek, mert ez a hosszú, kimaradt két hónap megint egy olyan időszak volt, amely után feltétlenül szükséges az, hogy pedagógusok segítsenek a gyerekeknek megérteni, feleleveníteni az elmúlt két hónap tananyagát. Azt gondolom, hogy a felsősök is várják, hogy május 10-e után megérkezzenek, addig viszont ők még otthon tanulnak. Így van, segítjük őket, igyekszünk digitális platformokon, illetve telefonos és messengeres megkeresésekkel is őket biztatni, és nem elengedni a kezüket ez alatt az időszak alatt. Nagyon várjuk őket is vissza. Ez az időszak viszont a Roma projektről is nevezetes szokott lenni, hiszen nagyon sok olyan hagyományt roma kultúrába illeszthető népdalt, stb. Föl szoktak ilyenkor eleveníteni, amire most gondolom, hogy nem volt lehetőség. Így van, intézményünk másik nagy éves programja, városi programja a Roma projekt, amely minden évben április 8-án a Nemzetközi Roma Nap alkalmából kerül megnyitásra. Sajnos ez a második év, amelyet át kellett gondolnunk és át kellett hagynunk. A gyerekek a csoportjaikon keresztül természetesen kaptak anyagokat azokról a dolgokról, amik ilyenkor felkerülnek nap mint nap iskolánk életében, de sajnos a többi városi rendezvényünket nem sikerült megvalósítani, el kellett halasztanunk, illetve jövő évre halasztjuk. Úgy tudom, hogy a Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében zajló pedagógiai napokon azonban fölkérték Önt, mint jó gyakorlatot, mutassa be a megye pedagógusainak ezt a Roma projektet. Így van, a különlegessége pedig az, hogy tavaly is felkértek ugyanerre a programra, ugyanígy tavasszal, áprilisban, és akkor is a világ járvány közbe szólása miatt elmaradt, és most örömmel jelenthetem, hogy ugyan kétséges volt, hogy hogyan, de végül aztán online módon április 19-i héttel megnyílnak a tavaszi pedagógiai napok. Meséljünk egy picit erről a jó gyakorlatról, hiszen itt én már az előbb jeleztem, hogy sok olyan roma hagyomány van az iskolában, amelyet tovább visznek a gyerekek, de beszéljünk konkrétumokról. A magyar nyelvű cigány nemzetiségi oktatást nem szeretném kikerülni, hiszen ennek a folyamodmánya az, hogy a heti népismereti kötelező tanóránkon és a heti két cigánykulturális kötelező tanórákon kívül szabadidős programokat is szervezünk a gyerekeknek. Tulajdonképpen ez a projekt áprilisban ezt a cél szolgálja, és több napon keresztül foglalkozunk a roma kulturális hagyományokkal, hagyományőrzéssel, elevenítéssel. És néhány dolgot ragadok ki ezekből a napokból. Az ünnepélyes megnyitó az mindig egy nagyon emlékezetes nap mindenki számára, a meghívott külső vendégeink számára, hiszen roma tánc, roma bemutatók, a város... Kannázás, ami azt gondolom, hogy nagyon jellemző. Így van, köszönöm, igen, a kannázás is. Sőt, volt olyan év, ahol iskolánk tanulói gitárral, kanállal és kannával a kezükben nyitották meg a roma napokat. És természetesen, ami a kulináris élvezeteket érinti, szerintem a városból sok mindenki emlékszik már arra, hiszen sok meghívott vendégünk volt az elmúlt hosszú 13 év alatt, hogy a tyúkos káposztát az első napon főzzük meg itt az iskola udvarán, és délután, majdnem, hogy uzsonna, estevédet váltjuk ki azzal, hogy közösen elfogyasztjuk ezt a hagyományos cigány ételt. És hát közben azért sok olyan verset, illusztrációt is láttunk itt. Volt, amikor meghívtak, volt diákokat, aki azóta már valamit letett az asztalra, tehát különböző eredményeket ért el, de volt, amikor cigánykutatót is meghívtak. Így van. Volt olyan előadásunk ezen a napon, ahol egy
kollega, egy pedagógus kollega kutatásai közé tartozott ez a téma is, és ő egy nagyon szemléletes előadásmóddal ismertetett meg bennünket a cigányság eredetével, vándorlásával, életével kapcsolatosan. Amire még nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy egyik évben vendégünk volt dr. Horváth József, rákutató, biológus, orvos, aki cigány származású tanulónk, a családja ma is itt él a Déri Kővároson, viszont óriási eredményeket ért el, és akkor, amikor ő itt részt vett ezen a programon, a gyermekek és a szülőkre nagyon nagy hatással volt. Mit vár ettől az előadástól? Tehát sok kérdést fog kapni? Hát nagyon remélem, hogy fogok kérdést kapni, mert hogyha fogok, akkor valószínűleg felkeltette az érdeklődésüket, még többet szeretnének tudni erről. Én nagyon alaposan felkészültem erre az előadásra, remélem kimerítő lesz, de nagyon várom a hozzászólásokat, az esetleges felmerülő kérdéseket.